Áldás békesség. Istennek igéjét a zsidókhoz írt levél 13. részének első 6 verséből olvasom. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok. A gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sőt, el sem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nékem? És olvasom a Lukács evangéliuma 2. fejezetének 10. és 11. versét, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves testvéreim, Biblia olvasó kalauz szerinti mai igénk a zsidókhoz írt levélből. Így szól hozzánk, velem van az Úr, nem félek. Ember, mit árthat nékem? És amikor ezen az igén gondolkoztam, 3 karácsony állott elém. És erről a 3 karácsonyról szeretnék ma este szólni. Az első 1944-ben egy dunántúli kisfaluban, Vilonyán történt. A gyülekezet lelkipásztora így ír róla. December 3-án a front a szomszédos Berhida határába érkezett. Egy magyar katona hozta az üzenetet, egy óra múlva itt lesznek az oroszok. Már ide hallatszik a puskaropogás. Az oroszok azonban nem értek Vilonyára egy óra múlva. Karácsony hetében azonban egy szovjet repülő légiaknákat szórt a falura. A presbitériumban megtárgyaltuk a helyzetet, és nem tartottuk tanácsosnak karácsonyra a templomba gyűjteni a gyülekezetet. A presbitérium a falu különböző helyein kijelölt 6 házat, és ott tartottuk a karácsonyi istentiszteleteket. Mikor a falu végén Takács Jánoséknál elkezdtünk énekelni, egy német páncélos alakulat vonult a frontra. A tankok megrázták alattunk a földet, és dübörgésük elnyomta énekünket. De mi azért énekeltük. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek. Folyt a könnyünk, remegett az ajkunk, úgy énekeltük. Békesség légyen földön embereknek. Aztán folytatja a beszámolóját a lelkész a következő 4 évről. Menekültekkel volt tele a parókia pincéje. Aztán arról ír, hogy az asszonyok minden nap főztek valami ételt, amiből került mindenkinek. Honnan volt ez az agapé, ez a szeretet vendégség ott, ahol a pokol árasztotta minden hatalmát? Meggyőződésem, hogy onnan, hogy együtt dicsérték az Istent azon a karácsonyon,
ha könnyek között is. De az Isten dicsérő ember lelkében lakozás lesz az Isten fia, és békességet, és jó akaratot teremt. Mai ígér azt mondja, velem van az Úr, nem félek. Ember, mit árthat nekem? Nem félek. Amikor én ezt a visszaemlékezést elolvastam pár évvel ezelőtt, arra gondoltam, hogy abban a helyzetben én elbújtam volna a pince legbelső sarkába, szembe a sarokkal, és összehúzva magam, elő sem jöttem volna onnan, amíg nem muszáj. Az a lelkipásztor viszont az oroszokkal való első találkozásában majdnem életét vesztette csupán azért, mert szlovákul jó estétet kívánt nekik. Mert hogy Felvidéken volt segédlelkész, hát megtanult szlovákul köszönni. No hát, ebben majdnem belehalt. Mégis pár nap múlva, Bibliájával a zsebében elindult megnézni, hogy mi van a gyülekezetével. Honnan merte? Onnan, hogy vele volt az Úr. Nem szóban, nem papíron, hanem valóságosan a szívében. Aztán most nagyot lépünk, 2000 évet visszafelé az időbe, és megérkezünk az első karácsony estéhez. Valahol talán a falu végén, talán még kijebb, egy istáló. Sötét éjszaka. Sok-sok kilométer gyaloglás után elfáradt, fiatal házas pár. Talán a sok-sok kilométer nem esett olyan rosszul, mint a településen lakó emberek kirekesztése. Mert hát hiába kerestek szállást. A Biblia csak ennyit ír róla, hogy nem volt szállás. Nincs hely. Sehol nincs hely. És akkor ott az istáló, az állatok helye. Tele fertőzés veszéllyel. És nincs emberi segítség sem. Ebben a szörnyű sötétségben nem inog meg a fiatal pár hite. Tudja azt érezni, hogy velem van az Úr. Amikor nincs egy ágy, egy szoba, egy nyugodt sarok. Csak az elutasítás. Tudja azt érezni, hogy velem van az Úr. Így, ilyen körülmények között. Meggyőződésem mégis, hogy imádkozó szívvel teltek ott az órák. Akár Máriára, akár Józsefre gondolok. Meggyőződésem, hogy imádkozó szívvel támogatták ott egymást. És úgy gondolom, hogy mi ugyan szeretjük ezt a karácsonyi történetet úgy mesélni, hogy és angyalok ragyogták be azt az istálót. De a Bibliában erről nem hallhassunk. Az angyalok a mi gondolatainkban vannak. Meg a betlehemi mezőn. Mert ott a pásztorok tényleg látták őket. Mert ott a pásztorokkal tényleg beszéltek. És úgy gondolom, hogy Máriának és Józsefnek igen nagy szüksége volt arra, hogy a pásztorok meglátogassák őket. És elújjongják mindazt,
amit az angyaloktól hallottak. Mert az bizony erőt adott. Velem van az Úr. Mégis velem van az Úr. Mindenek ellenére velem van az Úr. Mert az angyalokot valóban, valóságosan ezt énekelték, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És az igében azt olvassuk, hogy Mária a szívébe zárta, amit a pásztorok mondtak neki. A pásztorok, az első bizonyságtévők erősítették Máriában és Józsefben Isten ígéretét, ami igaz volt ott és akkor is. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nékem? És az Úr velük volt. Megőrizte őket. Bajtól, betegségtől, sőt, Herodes király esztelen féltékenységétől is. Mindentől. Hiába a sötétség, hiába ellenséges emberi viszonyulás, Isten ott van. És akinek a szívében ez egyértelműen lakozást vesz, annak nem számít a továbbiakban. Senkinek sem az ellenséges gondolata. Velem van az Úr. És ennyi elég. Ez volt az első karácsony. És ennek a titka lehetett abban az 1944-es karácsonyban. Velem van az Úr. Nem vagyok egyedül. Nem kell félnem. És akkor most megint nagyon lépünk az időbe, és megérkezünk 2018-ban. Ma, mi, akik itt vagyunk, hogyan állunk mindezzel? Élő szó-e a számunkra az Isten igéje? Velem van az Úr, ezt olvastam, ezt mondja nekünk Isten. Ez az idei karácsonyunk üzenete. Valóban érezzük, hogy velünk van? Pénteken szombaton 106 otthonba kopogtattunk be, a karácsonyi örömhírrel. Talán ilyen sokan még soha nem örültek nekünk, de ez csak talán. De így érzem. De volt valaki, akiből kiszakadt egy nagyon őszinte szó, valahogy így szakítottam az Úristennel, mert meghalt a fiam. Igen, úgy gondolom, a mondat második felével mindannyian nagyon is együtt tudunk érezni, micsoda fájdalom az, amikor búcsúznunk kell a szeretőtől. De olyan sok gyülekezeti tagot tudnék felsorolni, akár innen közülünk, név szerint, akiket a fájdalom, a gyász még közelebb hozott Istenhez, akik megtapasztalhatták éppen a legnehezebb napokban, hogy velem van az Úr, nem félek, mert a bajban jön legközelebb hozzám, átölel. Sokszor úgy, hogy szerető testvért volt. Ma is megteheti. Talán éppen a magán csendjében áll mellénk valaki ma mérhetetlen szeretetével. Vagy akkor, amikor kész vagy elindulni valaki mellé, felé, a mai igény biztatására, a vendégszeretetről hogy ne felejtsetek.
Milyen furcsa, ahogy az előbb elkezdtem olvasni ezt az igét, eszembe jutott, vagy ennek a világnak a bevett karácsonyi szokása, a vendégszeretet. Meg ne feledkezzetek róla, mondja az ige. Aztán eszembe jutott az a reklám, amivel szemhöz találtam magam a napokban, és iszonyú fájdalmat jelentett a számomra, mert így szólt, hogy ha majd vége a karácsonyi őrületnek. Folytatását nem mondom, nem is tudom. Borzasztó nagy baj. A karácsonyi őrületet csináltunk a vendégszeretetből. A vendégszeretet az onnan a szívből fakad. És nem akar többet adni, mint amennyit adhat. De jó, hogyha a szívünk szeretetét, békességét tudjuk a ma este, bocsánat, de most hadd mondjam így, tálalni az asztalra. Mert a legfinomabb étel sem az igazi, a szívünk szeretete nélkül. De hát honnan a békesség? Abba a szívbe, amelyiket elkapott a karácsonyi őrület. Bizony, csak úgy magától nem. Az elmúlt hetekben többször, és a mai napon is többször megállapítottam, hogy nicsak, valaki itt mellém akar szegődni. Készítgetem a dolgokat, és itt is, ott is, amott is keresztezi az utamat, legyek már ideges végre. Nem emberfia volt. Talán a legserényebb a karácsonyunk körül az ördög. Ne hagyjuk. És amikor leesett az a gyönyörű üveg, amit akkora gonddal készítettem és összetört, akkor hagyta, pontosabban összesetörtem. De nem lettem ideges. Mert velem van az Úr, az nem több, mint egy csodálatosan szép ajándéknak készülő üveg. Hát de több, sokkal több. De jó, hogyha tudunk élni benne, mert élhetünk benne, 2018 karácsonyán is élhetünk benne, hogy velem van az Úr. Nem muszáj az embernek megélni azt a sötétséget, amit az első karácsonyon megélt Mária meg József. Ki vagyunk rekesztve, senkinek nem kellünk. Nem muszáj az embernek azt a rettenetet megélni, amit 1944 karácsonyán megéltek az akkor élők. Nem muszáj. Ahhoz, hogy az idei karácsonyon ki tudjuk mondani, hogy velem van az Úr, nem félek. Ehhez nem muszáj az embernek szörnyűségeket élni. Egyet lehet tenni. Összekulcsoljuk a kezünket. És meghívjuk. Igen, meghívjuk azt, akinek ma a születésnapja van. Akit ma ünnepelni jöttünk ide. Őt meghívjuk az otthonunkba is. Még inkább meghívjuk a szívünkbe. Úr Jézus, hadd ünnepeljen téged a szívem. Igen, de jó lesz, hogyha mindez így történhet, hogyha a mi szívünkbe is nem csak mondat lesz, hanem élő valóság, nem üres szó, hanem komoly erő, hogy velem van az Úr. Igenis velem van. Velem van. Karácsony este is velem van. És az életem minden napján velem van. Ezért nem
csak attól, hogy ebben mit láthat engem. Senki és semmi nem árthat úgy nekem, hogy ne lenne velem az Úr. Ez persze nem jelenti azt, hogy semmi rossz nem történik innentől kezdve. De azt jelenti, hogy velem van minden rosszban. És a szeretete segít átélni mindazt, ami vár rám. Adja Isten, hogy ez a csoda ragyoghassa be a lelkünket, és legyen a miénk ezen az ünnepen.
Köszönöm!